Több mint 70 millió forintból megújul a karcagi zsinagóga, amely tavaly ünnepelte építésének 120. évfordulóját. Mikorra végeznek a munkákkal, kérdeztük Csillag Barnabást, a karcagi zsidó hitközség elnökét. Mint megtudtuk, nagyon régi álma valósul meg a hitközség tagjainak azzal, hogy megújul kívülről az épület. Már a vége fele tartunk, közeleg a befejezésnek a várható határideje, egy hosszú, több mint 4 éves álmunk válik valóra. Elvileg az eredeti dátummal június végével átadásra kerül a zsinagóga felújítása. A zsinagóga több mint 70 milliós felújításához 1/3 rész támogatást a miniszterelnökség adott. A többit a Mazsi Hisz biztosította. A zsinagóga felújítása részben pályázati forrásból, de ez kisebbik részben, nagyobbik részben a Mazsi Hisznek, a Magyarország Zsidó Hitközségeknek saját beruházásából valósul meg. Valóban a kerítés az egy nyitott téma marad jelenleg, nincsen rá keretünk, de kutatjuk rá a lehetőséget. Gyakorlatilag a tető és a külső homlokzat teljesen megújul. Beleértve az ablakok védőszerkezetét is, és újra is színezik az épületet. A felújítás a Műemlékvédelmi Hatóság együttműködésével valósul meg, és a Műemlékvédelmi Hatóság egy történeti kutatást végzett az épületen, és feltárták az eredeti színeket, úgyhogy kettőszínű lesz az épület, egy bézs, egy ilyen világosabb, és egy sárga szín. Ezt találta a Műemlékhatóság, hogy eredetileg is ilyen lehetett az épület, úgyhogy ennek megfelelően készül el. A Műemlékvédelmi Hatóság történeti kutatást végzett az épületen, és feltárta az eredeti színeket. Az épület a tavalyi évben volt 120 éves, egy nagyszabású ünnepséggel ünnepeltük ezt a szép évfordulót. Eredetileg ez az épület a kutatások szerint, mint említettem, kettőszínű volt. Az alapszíne egy ilyen világos bézses, a kiugró díszek, az épületen elhelyezett egyéb ilyen pillérek pedig egy ilyen sárgás árnyalatúak voltak. Ezt az évek folyamán itt a háború után egy ilyen, hát nevezzük okkel sárga színre, arra festették, aki idősebb, az biztosan emlékszik rá. Utána a 2000-es években megint volt egy külső felújítás, ott került rá ez a kétszínű sárga szín az épületre, csak ez nagyon közeli sárga volt egymáshoz, tehát nem volt ilyen kontraszt. Most egy kontrasztosabb színbe fogják majd az épületet látni a kedves érdeklődők. A munkák vége után megtörténik az udvar, a belső kertterep rendezése is. Nem kicsit viselik meg az állványok sajnos a környezetet, de valóban egy tereprendezés fog elkészülni. Megújul egy picit a belső kert, rendbe tesszük a füvet, kicsit a fák is rendezve lesznek, illetve hát majd készülünk egy kuriózummal a városnak, ha minden igaz, egy díszkivilágítást kap az épület. A hitközség vezetése keresi a további pályázati forrásokat, hogy az épület belülről is megújulhasson, és a kerítés is megszépüljön.